beszél. Jelenleg Siem Reapből megyek át Phnom Penhbe, Kambodzsa fővárosába, ezzel a szimpatikus busszal, ami itt áll mögöttem, és próbálják a motort helyreállítani. Körülbelül 230 km lesz az út, alias ázsiai mértékben ez egy ilyen 6-7 óra. Szóval találkozunk ott, gyertek velem! Megérkeztem Phnom Penhbe, ez Kambodzsa fővárosa, másfél millió laknak itt, és hát eléggé lüktető város, mint ahogy itt az ablakonként is látom, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen benyomást fog kelteni. Nekem elsőre egy nagyon tetszett, hogy a buszon láttam, igazi ázsiai nyüzsi van itt. Igaziból van pár dolog, ami turisztikai attrakciónak számít, van pár templom, van pár olyan pontja a városnak, ahová elég sok turista el szokott látogatni. Ezek közé tartozik a királyi palota is, illetve hát a várost átszeli a Mekong folyó, amire hát én nagyon kíváncsi vagyok és izgatott vagyok, szóval szerintem lassan is fogok indulni, és megnézem, hogy hogyan is néz ki ez így. Illetve van egy másik oldala is ennek a városnak, illetve kb. 20 km innen található az úgynevezett Killing Fields, ami hát elég sokat mond a neve, ez egy olyan hely volt, ahol kivégezték az embereket. Valószínűleg ezt holnap fogjuk megtekinteni. A mai nap az inkább egy ilyen atmoszféra és város magunkba szívás lesz. Találtam egy kis hostelt, igen, egy ágy, meg egy fürdőszoba, de nagyon jó, mert olcsó, körülbelül két napra egy ilyen 3600 forintot kell fizetni érte, és privát szobám van. Szóval én szerintem most kicsit rendbe szedem magam és elindulok. Induljunk el! És bár én hozzá vagyok szokva az ázsiai forgalomhoz, és eléggé jól tudom kezelni, de itt átmenni, hát az nagyon nem egyszerű. De hát majd előbb-utóbb csak sikerül. Kutoljatok! Épületet húzták fel annak megünneplésére, hogy Kambodzsa kivívta a függetlenségét. Előtte amúgy elég sokáig francia gyarmat volt, ami még a mai napig is hatással van a városra. Rengeteg felirat ki van írva franciául, illetve elég sokan beszélik a francia nyelvet, és rengeteg francia turista jön az országba. Menjünk tovább! Mekong fel.
bízom benne, hogy még világosba odaérek, és ha szép ott a naplemente, bár nem tudom, eddig sose jártam ott, akkor ezt fölveszem nektek. Nagyon kíváncsi vagyok, ekkora folyót még soha nem láttam életembe. Bízom benne, hogy jó lesz. Függetlenségi téren látható Prebat Sambekpe királynak a szobra, aki hát a függetlenségnek az apja. Itt látható mögöttem. Viszonylag nagy emlékműről van szó, és nagyon jól néz ki. Mögötte látható az előbb mutatott épület, pont látható. Igaziból ez az, amit én nagyon-nagyon hiányolok Indonéziából, ahol jelenleg hosszabb ideig lakom, hogy nincsenek ilyen terek, ahol a családok összegyűlhetnek, járkálhatnak, játszhatnak, itt iszonyatosan jó hangulat van, mindenki jól érzi magát, el van, sétálgat, nyugiban. Hát a forgalom az durva, de azt majd megszokom. Menjünk tovább. Jöttünk el egészen idáig, és menjünk tovább oda. És itt a Mekong. Tudtam a földrajzórából is, hogy ez egy baromi nagy folyó, de hát sose képzeltem volna, hogy ekkorát. Nézzetek körül! Ez itt végig. Olyan, mintha tengerparton lennék konkrétan. Az emberek meg néznek. Ez a hülye beszél a kamerába. Érdekes dolog történt, itt mögöttem láthatok egy pagodát, itt megálltam, hogy csináljuk egy timelapse-t, és kinnültem ott a folyóparton, és láttam, hogy jönnek az emberek, és a kezük össze van téve, imádkozás szerűen, és el is mondtak egy felajánlást, és utána a kezükből kirepült egy madár, és ez így többször egymás után majdnem fejbe vágott, de érdekes volt. Utána pedig egy bácsi odajött hozzám, hogy inkább rakjam el a kamerát, mert hogy mafia, ennyit mondott, szóval nem tudom itt mennyire lopnak az emberek, de próbálok azért óvatos lenni. Szerintem tovább megyek és csinálok még esti timelapse-eket, utána pedig elteszem magam holnapra. Visszajöttem ide a függetlenség terére, iszonyatosan tetszik ez a város. Nekem eddig Kambodzsa a szívem egyik csücskét megkapja. Megmerem kockáztatni, hogy legalább annyira tetszik, mint Indonézia.
Bár természetesen még nem láttam minden arcát neki, és csak fél napja vagyok a fővárosban, de nekem nagyon-nagyon tetszik, hangulatos, kedvesek az emberek, mindenki játszik, futkározik, sétál, együtt vannak a parkban, ülnek, beszélgetnek. Szóval nekem egy nagyon élhető városnak tűnik. Szerencsére az árak is sokkal jobbak, mint Siem Reapben. Azért azt gondoltam, hogy ott bőven drágább minden az Angkor Wat miatt, de azért nem gondoltam, hogy ennyire. Itt azért egy üveg víz már nem egy dollár, hanem 1000 riel, ami mondjuk 4 dollár körül van. Szóval azért ez sokkal élhetőbbnek tűnik. Én most elbúcsúzom, még egy picit itt chillelek, nézem a lüktető várost, és holnap folytatjuk. Remélem, hogy velem tartotok. Találkozunk holnap. Sziasztok!